Koszorúzással emlékeztek az ungvári várban Bercsényi Miklósra, a magyar történelem egyik kiemelkedő alakjára. Ungvár vármegye egykori főispánja, a nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc seregének fővezére, a szabadságharc második embere volt. Az ungvári vár belső udvarában található Bercsényi Miklós szobrot a KMKS állította 2012-ben. Orosz Ildikó, a Prokultúra Subkarpatika civil szervezet elnöke elmondta, nagyon fontos, hogy megőrizzük mindazt, amit őseink ránk hagytak. Ez a múlt a miénk, kárpátaljai, és nekünk kell őrizni mindazt, amit őseink ránk hagytak, és ez a mi gyökereink, és hogy a gyökerek a fa gyökérben kapaszkodik, azzal áll a talajon, és azt kell továbbadnunk, hogy a következő generáció is emlékezzen arra, amit őseink megtettek, és aki elhagyja és elveszíti a történelmét, azt elfújja a szél. A Prokultúra Subkarpatika civil szervezet kezdeményezésére és szervezésében 2017-ben került megrendezésre az első Bercsényi Fest, melynek az ungvári vár belső udvara adott otthont. Idén a hadiállapot miatt a rendezvény elmarad.